Sziasztok emberek, én Zséda vagyok, és elérkezett a pillanat, hogy ismét egy újabb Super 30-at csináljak nektek. Fogalmam sincs, hogy mit csináltunk az előző részben, a lényeg az, hogy találtunk egy csomó vasat, arra emlékszem, és tele voltam mindenféle jósággal a bányában. De hogy én mit akartam most itt ebben a részben csinálni? Amondó vagyok, hogy megnézem inkább a challenge-eket. Búzafarm 30 búzával. Oké, akkor ezt szerintem meg is tolhatjuk, csinálhatjuk. Eddig hány van? 1, 2, 3, ez így 6, 7, 8, 9, 10, 10. Hát ez még nem 30, hanem csak 10 darab. Szerzek még kicsi gabona ültetvényrő gabonát. Mindjárt, csak szerzek. És majd azokat gyorsan el is ültetem. Bár 30 darabot honnan fogok szerezni? Egyébként az előző részben sajnos nem sikerült egy ilyen challenge dolgot sem megcsinálnom, mondjuk az előtt sem. Egy! Haladunk, gyerekek, haladunk! Ezt a pitpangot elviszem, hogyha már jó lesz itt. Azt a cukornádat kiütöm, meg már régóta ott szúrja a szememet. Meg ha már itt vagyok, ezt a szenet se hagyom itt. Csak ennyi volt. És hogy ebben a részben mit is akarok csinálni, nos, azt igazából nem tudom, mert már olyan rég volt rész, de fölvesszük a fonalat, és akkor tudni fogom. Kiszedem a gombát. Úristen, új egerem lett, és egy kicsit még úgy keresi a helyét az asztalomon. És egy kicsit úgy furán viselkedik, tehát hogy olyan fű nagyon érzékeny, lehet, hogy egy kicsit lejjebb kell majd állítanom. És, ja, ott van még fű. Itt is láttam, vagy nem. Nem tudom, most a billentyűzetem is új, mindenem új, gyakorlatilag lecseréltem az egész asztali szettemet egy kicsit, és összeszedtem magamat. Egyedül a mikrofonom nem új, azt lehet hallani, hogy ugyanolyan, és egy kicsit, icipicit fáj a torkocskám. Ilyen répa, répa? Répa, jó van. Láva, tudom mit csináljunk, tudom, nincsen nálam. Ez a szegencsétlen fajt leégett, úgyhogy ezt ki is csapkodom. Kell vödör, megvan, azt fogunk csinálni, de az csak holnap. Egy jó kis nether kaput, bár azért lehet, hogy egy kicsit talán korai lenne, de engem ez nem érdekes, tök jó, hogy itt mászkálok 25 darab aranyjal, amit még nem olvasztottam ki, úgyhogy ezért vissza is kell pattognom, hogy szépen kiolvasszam őket. Ezt inkább így ütöm. Megcsinálok először is egy... Opa, szevasz malac. Állatfarm. Most ugranak be a dolgok, hogy mi az, amivel elmaradtam nagyon. Megnézem azért, hogy milyen nehézségi normál, jó, az tökéletes lesz szerintem. A Super 30-as részhez. Ezeket a füveket innen leütöm, jó. Ott is vannak még füvek, ezeket is kiütöm, és utána megyek, lefekszem. És a holnapi nap, akkor még nem csinálunk netherportát, erről még nem mondtam, szóval nether várhat. Most inkább foglalkozunk az állatkákkal, ahogy a szobákban is csináltam. Ott is mennyit szenvedtem azokkal a hülye állatokkal, akit érdekel, az nézze meg. Tuti, hogy ott lesz a videó végén a kiírásban. Úristen, 1.9-ben már így alszik, kisírom, 1.9, jó, de jó. No, akkor ezeket a vasakat szépen, a vasakat, mi az aranyakat, szépen beolvasztjuk. És csinálunk kerítés. Itt kell lesz, itt már úgy van, hogy külön van választva, hogy milyen fencéből van a fence. Kence, fence, fice. Kell nekünk egy csomó stick. Ugye nem így kell már készíteni. Én még mindig ebbe vagyok, hogy így kell készíteni, de ezt megtanultuk, hogy nem. És úgy látom, hogy ez most akkor favágással fog kezdődni a dolog, de azelőtt még csákány készítéssel. Miért csukom vissza? 1, 2, 3. Így mi? Igaz, készíthetnék vas csákányt, vagy ezért nem csákány, hanem balta. Na. Nem tudok beszélni, és jaj, de idegesítő. Pedig este van, vagyis hát nem pedig este van, hanem este van, és azért nem tudok szerintem beszélni. Pár napja vagyunk egyébként így Play It után, ami hát egy nagyon különleges élmény volt. Gyakorlatilag ugyanolyan volt, mint az eddigiek, csak jobb. Évről évre egyre jobb lesz. Bár nem tudom, hogy mivel fog majd újat mutatni. Szereztünk még 10-et, és így már 20 kicsi cuccosunk van.
fel kell töltenünk vízzel, akkor most mégse állatokkal fogunk foglalkozni, hanem feltöltjük vízzel ezt a cumót. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hú, ez ide nem fog elférni, gyerekek. Az lesz itt a nagy gond, hogy ez itt nem fog elférni. Akkor csinálunk vödröt. Vödöröt. 1, 2, 3, 3. Ezt összekraftoljuk így. Mondom így. És akkor lesz egy vödörünk. De kettő vödöröt kraftolunk. 1, 2, 3, 3. Mindig egyel kevesebbet veszek ki. Ezt ide rakjuk. Kettő vödörör. És most szerzünk vizecskét, meg kajácskát, de az már van. Na, zabáljunk. Fű, te gyere ki. Hát, ha még adsz. Oké, és akkor a búzafarmot majd, amint összegyűlik a ideális vízmennyiség, be is üzemelhetjük. Csak még, hogy jobban nőjön a gabona búza, megtalálom a felvezető utat, amit nem olyan egyszerű, hozzáteszek. Oh, hello! Mi árad van erre? Hű, hát ezt nem így akartam! Hát te mi van? Ha mi van, mi? Én kihúztam, és te? Na gyere! Gyere ki, hogyha mersz. Akkor a nagy legény vagy. Na, igen, kijöttél, és akkor mi van? Én meg visszamegyek. Na, vissza is jössz. Nem megyek vissza, de visszamegyek. Na? Na most kijövök. Na, követsz ide? Gyere! Legyél hülye, úgy van. Új, te maflapék. Na, azt? Azt mi van, a sarokba akarsz szorítani, te kis mafla? Követsz? Igen. Összed, akkora arcod van, hogy így égsz, aztán most már... Opá, de bekadt. Ú, ennyire megdöglött, hogy így beakadt a játék. Az nem semmi. Rendesen elbántam vele. Te hozzá se értem, pedig kaphattam volna biztos jó kis XP-t érte. Amit majd csak akkor lesz lényeges, az XP, amikor majd üllővel fogok enchantolni, vagy nem enchantolni, hanem fejleszteni dolgokat. Na most, először is amondó vagyok, hogy csináljunk örök vizet, aminél van ásom, de nem tudom miért azt használom. Milyen hangja volt ennek a vödörnek? Olyan fura hangja volt, de tényleg. Oké, ezt ide leöntjük. Úristen, ennek eddig ilyen hangja volt. Szerintem ezt lecserélték, az valami új lett. Eddig valahogy más volt a hangja a vödörnek. Hoppá, nem vissza akartam. Én nem hozok két vizet egyszerre. Se vagyok normális. Úgy folyjon. Igen, az érdekel, hogy jól nézzen ki. Vagyis nem is az érdekel, hogy jól nézzen ki, hanem hogy legyen tele pocsolyával. Így. Kis helyzetjelentés közben el kell mondanom, hogy készülnek a Jade of Adventures rések. Tényleg nem tudok beszélni, ezt nézzétek el nekem, légy szíves, jó? Mostani résznél. Ah, nagyon szépen kisimult, jöhet vissza a föld, először ezt a négyet tegyük le. Szóval az a helyzet, hogy készülnek itt a részek, csak közben ugye a csapatnak néhány tagja az most érettségizik, és ezért egy kicsit a munka megakadt, hát nem is megakadt, hanem kicsit leállt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Lehetett volna, ha lenne. Ez így tök jól néz ki. Majd termesztek krumplit is. Ez a kút itt maradhat, szerintem. Csinálok gomba paprikást. Aj, nem áll. Itt volt... Tényleg kraftoltam baltát, amikor volt baltám? Hát jó. Hát jó, ezt az egyet most benéztem. Hol van fenyő? Ott egy csomó van. Onnan kiszedem. Akkor ezt most innen kiszedjük. Ennyi most elég is. Te gyere le onnan, légy szíves. Léci. Tudj, meg is vagy. Szépen bekraftoljuk. Ez, wow, ez már múltkor is el volt cseszve. És akkor is ugyanígy meglepődtem. Vagy igen? Vagy az ez volt? Nem a másik sorozat? Tányér. Várjunk csak, ezt még ugyanúgy kell csinálni? Jaj, hát ez nem változott semmit.
Olyan fura hangja volt. Na, lett kettő gomba paprikásom, ezt betesszük, és craftolunk egy nagyobb chestet. Így. Úgy. Így, és ebben most már több dolog fog férni. Ezek nem kellenek, ez se kell, ez se kell, ez se kell, ez se, de ez kell, ez se kell, ez se kell, ez se kell, de ez kell, meg ez is kell. És akkor most már tudunk csinálni, elvileg. Mi sípol ennyire? Az egerem? Sípol az egerem? De nagyon sípol? Lol. Hát ez nekem új. Sípoló egerem van. Fasza. Király. De fura! Ezt nem tudtam. És tényleg sípol, ezt le lehet valahogy állítani, mert nekem ez borzasztóan fog irritálni szerintem hosszú távon. Hát itt végig kattingatok, az állatoknak ekkora elég lesz. Sőt, még szerintem nagy is. Így, nem kell nekik olyan nagy hely. Hopp. Ezt akkor itt kiszedjük. A franc egye meg, hogy már több dolog kell amúgy a izéhez. Hát, nem tudom. Jó lesz ez így most nekik. Ezt is innen kicsapkodjuk. És csinálunk nekik egy nagyon szexi kis részt. Azt, hogy még oda bevezetni őket, hogy az Istenbe fogom, lasszó nélkül, azt ne kérdezzétek meg, mert azt az még számomra rejti. Ez a sípolás, fú! Nem tudom, milyen egér ez. Fú, valami gamer egeret vettem. Tök jó, hogy utána néztem, szóval én így szoktam vásárolni, mindig utána nézek a terméknek. Na jó, csak vicceltem, igazából nem. Na mindegy, de tetszik, mert eddig nagyon simán is lazán csúszik ez így az első ilyen komolyabb gamer egerem. De egyelőre még fel kell fognom az előzőek után, hogy ez egy magasabb lélektani szinten mozog ez az egér. Bizony. Ó, és még marad is. Nagyon fasza. Ezt innen kicsaphatjuk. És akkor itt lesznek az állatok. Viszünk be nekik, ugye. Ivóvizet. Na nem, mint hogyha annyira sokat innának. Amúgy az állatok. De érezzék a törődést, na. De mégiscsak legyen meg nekik. Maga az, hogy törődök velük, meg ilyenek. Meg aztán nem is kell egy ilyen kút ide. Nagyon rondán nézett ki. Inni. Be fog füvesedni. Igazából ez csak ilyen díszítés, mert tök fölösleges az állatoknak vizet adni a Minecraftban, mert úgyse isznak. Csak kellett nekem, mert így nyugodtabb az élet. Nincsen egy kis kapum, mert hogyha azt is craftoltam már, csak nem tudtam róla. Igen, ezt így kell craftolni. Így. Na, a gombapaprikás nem. Oké. Okay. Ezt ide tesz. Hello. Az igen. Nem szarakodott ez a kapu, bevágta magát így oldalassan. Jó leszek én így, igaz? Nem. Oké, okay, mi kell a malacnak? Malac fajtás, mi kell néked? Mondjad. Én nekem el. Ez a zsugornádat ide becseszhetjük még. De meg már ugye nem tudunk többet tenni, úgyhogy ez most itt maradt. Nem érdekel, hogy rápakoltam. És megy is lefelé a nap, na mindegy, akkor még pár gabit megnöveztek. És mondjuk téged, nem mehetem, még kis szaros vagy. Téged. Oké. Okay. Én azért biztonság kedvéért így megyek rá a veteményesemre, még mielőtt bármi rosszaság történne. Tök jó, hogy egy plusz gabonát kaptam csak. Fasza. És 21. Haladunk. Egyszer csak kész lesz. Oké. Okay. Eltesszük magunkat hónapra. És beterülünk néhány állatot. Ez már 1.10. Oké. Okay. És szerzünk néhány állatot valahogyan a veteményesünkbe. De nincsen répánk. Répát honnan fogunk szerezni? Ezt azért elviszem. Redstone se kell most, ez se, de ezt azért visszük. Ezek kellékek, és soha nem tudjuk, mikor fog kelleni. Egy kis föld,
Ez biztos, hogy nem fog kelleni. Búza, búzával milyen állatot tudunk megfogni? Bárányt. Báránynak kell a gyapjúja, oké. Okay. A malac az erre nem reagál. Ő ilyen mafla, az csak a répát érdekli. Vagy a répát érdekli. Na, a répa érdekli a malacot, na, végre sikerült kinyognom hosszú idő után. Honnan szerzek én most bárányt? Úgyhogy ez lesz a nagy bárány kereséses dolog most így vele. És ott egy zombi. Zombi, pajtás, gyere ide, ne menekülj. Halló. Gyere, úgy, égjél szét, tök jó vagy. Azt mondták, hogy ne spameljem az ütést. Nagyon szép szöveggel. Hát én nem spamelem, de hogyha egyszer így ütök, hogy tagy, 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 így akkor több esélyem van túlélni, mint így, hogy tak, tak, tak. De hát mindegy, ők tudják. Az igen! Az igen! Ide is nő a gomba. Na, tehén, ú, ti is kelletek, gyertek, gyertek! Ingyé van a gabona! Gyertek, most, csak itt, csak nektek, gyertek, nem kell hozzá sokat tenni, csak eljönni erre, gyertek, nyugodtan! Úgy, vánszorogjatok! Ne maradjon le senki! Csak én utánam, kövessetek, úgy van! Ú, de jöttök! Kéne a gabona, mi? Azt kéne, tudtok úszni, ugye? Miért ne tudnátok? Gabona! Adja a gabonát, Zsidav! Kell a gabonád! Adsz egy harást! Látom, milyen finom az a gabona! Te, anyát készítette, nagyon jól néz ki! Légy szíves, egy tavjámán! Na, egy harapást nekem, a többieknek te adja! De a többieknek is kell. Nekem mondja, azt így löki le a másikat a vízbe, nézzék milyen pofátlanok. Érted, mindent megtesztek a hülye gabonaik. Na, adja a majd harás, kell a gabona. Hát Zsidav, ha itt van nálad, látom, biztos nagyon finom, látom, te úgyse kéred, már van 4 vagy 5 darab. Nagyon jónak néz ki, te olyan aranysárga, egyem a szívedet, adjál már. Na, ne marcs, ne menjél már, ne. Na, gyertek, nyugodtan. Na, látom, adjál. Tök jónak néz ki. Te úgyse eszed meg, ugye? Nem eszed meg, ugye? Hát nem eszem meg. Jó lesz nekem ez hónapra. Jó, Isten, de magányos vagyok. Teheneket szinkronizálok alá. Mondj egy harást! Gabonát! Na, mi van, nektek nem kell gabona? Nem kell, meggondoltuk magunkat. Mi most már nem eszünk gabonát. Na, de esztek gabonát, tudja, hogy esztek. Nem eszünk. Nekünk már nem kell. Lemondtunk. Antigabonisták lettünk. De nekem mégis kell. Tudod mit? Adjál inkább mégis gabonát. Te vetsz itt mellettem. Itt van a kisöcsém, mielőtt bárki megijedne. Adjál ma! Gyere, Zsidav, ne sajnáld! Ha milyen lelked van neked? Itt egy csomó tehén, azt nem adsz neki gabonát. Hová maradt megint ez a kettő? Meggondoltuk magukat, mégsem kell. Vagy csak nem tudják eldönteni, hogy kinek kell. Nem kell. Na, ne nyomjál ma! Nekem kell! Nekem is kell! Gyere! Te ne gyere! Ja, jó van, jöhettek befelé. Gyertek, bocik! Gyertek! Nem, mégsem kell. Hát ti annyira bizonytalanok vagytok amúgy. Mennyi? Nem kell nekünk a gabona, ugye, Becsi? Hát nem tudom, én még gondolkodom rajta. Hát én nem. Te. Mi van, mindjárt sírva fakadsz. Mégis kell. Na, király, most már azt mondta, gyertek, már itt vagyunk mindjárt. Na, gyertek, csak derek, gyertek. Úgy, gyertek, úgy szépen. Úgy. Na. Most hát csak nem gondolják meg magukat. Hopp, miért? Táncot lenyomnak, érted? Mindent megtesznek az ilyen rohadt gabonái. Nem férünk be! De igen! Oké, csak egyenként. Nem kell itten. Én vagyok az első, ugye nekem ott. Nekem is adjál, van még ott, ahonnan az jött. Biztos vagyok benne. Na, ti eldöntitek, ti vagytok a maflák. Ha? Na, mi van? Melyik jöttök jön? És nézd meg, csak azért is. Én akarok előbb menni! Nem, hagyjál, én akarok bemenni, enyém lesz a gabonát. De igazából már benn van kettő, szóval tök mindegy nekem. Oké, te kapsz gabonát, meg te kapsz gabonát, azt csináljatok, gyereket. Úgy, betollak. Hát sajnos, József, a tehén, te húztad a rövidebbet, téged most megöllek. Ne öld meg, és a gabona? Hát, azt sajnos nem fogsz kapni. De azt mondtad, hogy kapok gabonát! Zsidav! Kaptam gabonát! Mindenki kapott gabonát!
Akkor én miért nem kaptam gabonát? El is megyek. Nem mész te sehova. Igen. Ó, nagyon fájtik, kap adja a gabonát. Bemegyek a helyemre, csak adja a gabonát. Nem kapszom soha gabonát, dögöljél meg. Úgy, kimúlt, ennyi volt. Ott a kisbárány. Bárány? Jó van. Szevasz kisbárány, most már tehén. Oké. Okay. Engem ugyan nem érdekel. Jó. Most, hogy így ezt így letudtuk, csinálunk kenyeret. Most kenyeret csinálsz a gabonát? Figyeld, hogy néznek. Ezt kenyeret csinál, ez nem normális. Abban a finom gabonában adjál, megkedjél már oda, én is ott nézem. Király. Ezt meg megsütöm. Oké. Okay. Ah! Ah, van. Ezek itt ellesztek, az ott már úszik, kipróbálja a medencét. Ti srácok, ne próbáljátok ki! Nagyon jó a víz! Ezek nem, egymás fejébe. Ez mi? Hát ez mi? A kis tején meg belemegy a másik seggébe. De én ezeket a teheneket nem értem. Az ott úszik, az ő gabonát kér, jó. Add egy kis gabona, le is vágom. Hallod, úgy hallottam, gabonát nyírsz. Nekünk lesz? Nem. Na, ez itt kettő gabonát is adott. 22 darab gabonám van most már. Ami azt jelenti, hogy itt el kell kezdeni. 22 darab gabona, és szerintem ezt a részt ezzel le is tudhatjuk, gyerekek. Úgy érzem, hogy megtettem a magamét. Szereztem teheneket, készül a Gabona Farm, ne felejtsetek el feliratkozni. A Facebookon értesülhettek, hogy mikor lesznek újabb videók, ott van a leírásban a link, tessék szépen lájkolni, és ott a feliratkozás gombocska is, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl. És adjatok egy kis gabonát, jó?